már 12 éve, hogy az X-Faktor megérkezett Magyarországra, és azóta számtalan tehetség csillogtathatta meg az ének tudását. Közülük azonban csak egy maréknyi ember vitte sikerre a karrierjét. Az X-Faktor versenyzőket minden évadban 4 mentor készíti fel az élő show szereplésre, és bizony az ő személyük is sorra változott az évek során. A mai videóban visszatekintünk arra, hogy pontosan hogyan is változott a mentorok összetétele, és arra is, hogy mindez miképpen változtatta meg a versenyzők életét. Én nem az a srác vagyok, és tartsatok velem! Az X-Faktor első évad a 2010-ben indult, a mentorok pedig Keresztes Ildikó, Malek Miklós, Geszti Péter és Nagy Feró voltak. Ők ekkor már jó néhány éve, évtizede a pályán voltak, és nyilván szakmai tapasztalatuk is jelentős volt ezáltal. Keresztes Ildikó Máté Péter díjas énekesnő és színésznő, továbbá a Soproni Petőfi Színház tagja. Ildikónak 1999-ben jelent meg az első nagy lemeze. Az X-Faktoros szereplésekor pedig éppen friss volt a negyedik albuma. Szóval Keresztes Ildikó mögött is több mint 10 éves karrier állt már ekkor. Malek Miklós neve nem igazán hangozhatott ismerősen a közönségnek, mivel nem egy ismert előadó volt itthon, hanem Amerikában producerkedett. Olyan világsztárokkal dolgozott együtt zenei producerként és hangmérnökként is, mint Jennifer Lopez, Anastasia és Pixilott. Szóval egy igazi amerikai sikertörténet volt az övé, ami elég jót tett a műsornak is. A nézők kíváncsiak voltak, hogy vajon mit hoz egy külföldre szakadt hazánk fia. Kocsis Tibor az ő mentorálása alatt nyerte meg az X-Faktort 2011-ben. Miklós édesapja és édesanyja is zenével foglalkoztak, testvére Malek Andrea is színésznő és énekesnő. Miklós tehát egy abszolút zenés családból származik. Geszti Péter szintén ismert és elismert énekes, dalszövegíró és marketing szakember. A Jégkorszak filmekben ő szólaltatta meg az enyhén félnótás, de szerethető Lajhárt, Szidet. Már az első X-Faktor idején is több évtizedes média karrier állt mögötte. A Repülők nevű együttest 1992-ben alapította Berkes Gábor és Szent Mihályi Gábor társaságában. 2005-ben pedig megírta a Magyarország című dalt, amit a korábbi megasztáros Olái Bolya adott elő. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy Geszti Péter is komoly előzetes szakmai tapasztalattal ült be a mentorszékbe. Nagy Ferót szintén ismerte az egész ország, amikor elvállalta az X-Faktoros mentorkodást. Egy alkalommal keményen be is szólt egy szemtelen versenyzőnek, hogy ő nem tud énekelni, de legalább ő a Nagy Feró. Fecó drága, neked van hangod? Nincs hangom, de legalább én vagyok a Nagy Feró. Pályafutása egészen a 60-as években kezdődött, több punk és rock formációban is játszott. Akkoriban igazi lázadónak számított szókimondó és rendszerkritikus szövegeivel. A 70-es évek elején alapította meg a ma is koncertező Beatrice zenekart. Azóta persze számtalanszor feloszlottak és újra alakultak az évek során. 1981-ben létrehozta az Ős Bikinit, és 85-ig volt a frontembere. 2008-ban pedig már 30 éves jubileumi koncertet adtak a Beatrice-vel. Nagy Feró mondhatni a legtapasztaltabb és egyben legidősebb tagja volt a mentorok csapatának, vagyis az első generációnak. A kezdő felállás egyébként be is vált, mert nyilvánvalóan ez alapozta meg a műsor nézettségét és későbbi népszerűségét, és a közönség is élvezte a válogatókat, ahol elég gyakran csípős beszólások váltogatták egymást. Fontos azonban azt is kiemelni, hogy ekkor bizonyos szint alá nem mentek a mentorok. Nem csináltak magukból bohócot különböző, explicit, virálisnak szánt műbalhék keretei között, hanem sokkal inkább a műsor újdonsága és ennek a varázsa vitte a showt. Az X-Faktor negyedik évadától kezdve változott a felállás 2013-ban. Geszti Péter maradt a mentor székben, mellé érkezett Tóth Gabi, Szikora Robi és Alföldi Róbert. Ha úgy tetszik, ekkor kezdett hígulni az X-Faktor mentor csapata, hiszen Tóth Gabi személyében az addig legfiatalabb és legkevesebb tapasztalattal rendelkező mentort köszönhettünk, aki a rivális TV2-s tehetségkutatóban, a Megasztárban lett ismert. Tóth Gabi a 2005-ös Megasztár után a dal döntőjéig is eljutott 2012-ben. Az RTL Klub képernyőjén 2008-ban láthatták először a nézők a Celeb vagyok, Mencs ki innen című műsorban. Az X-Faktor korábbi évadajában is rendre szerepelt már. 2010-ben sztárfellépőként énekelt, majd a második és harmadik évadban Malek Miklós átmeneti segítője volt a mentorházban. Valahogy sorsszerű is volt, hogy 2013-ban végül hivatalosan is mentorkodjon a műsorban. Szikora Robi és Alföldi Róbert is több évtizedes karrierrel a hátuk mögött ültek be az X-Faktor mentorszékébe. Szikora 1974-ben lett a Hungária együttes tagja, és egészen a 80-as évek elejéig velük zenélt.
Ezután alapította meg a nagy sikerű Ergo együttest. 2013-ban pedig megkapta a lovak keresztet, ami a magyar állam által adható legnagyobb kitüntetés. Alföldi Robert, Jászai Mari díjas magyar színész, rendező, 2008 és 2013 között pedig a Magyar Nemzeti Színház igazgatója volt. Több tucat színházi szerepben tűnt fel az évek során, és szinkronizált is. Legismertebb szinkron szerepének talán a Vészhelyzet Carter Dokia tekinthető. Szikorához hasonlóan Alföldi is rendelkezik lovak keresztel, amit 2007-ben vehetett át. Elmondható, hogy 2013-ban a negyedik évaddal léptek egy merészet az X-Faktor szerkesztői, és behívtak egy sokkal fiatalabb és egyben kevésbé tapasztaltabb mentort is Tóth Gabi személyében. Ma már tudjuk, hogy ez az újítás nagyon bevált nekik, már nem kifejezetten Tóth Gabi személye, hanem az a szemlélet, ami mentén meghívták őt, de ne rohanjunk ennyire előre. Keszti Pétert 2014-ben az ötödik évadban Little G, vagyis polgári nevén Szűcs Gábor váltotta, akivel újra előhúzták a műsor készítői a tengeren túli karriert befutó magyar zenész kártyáját. Little G ekkor frissen nyerte meg a Nemzetközi Blues Kihívás nevű versenyt, amelyet Memphisben rendeztek. Little G már 17 éves kora óta gitározott, és 1996-ban alapította meg első zenekarát, majd 2004-ben az Egyesült Államokba költözött, ahol a King Mojo Records-al kötött szerződést. Az X-faktoros szereplés idejére már 3 szólóalbumot tudhatott a háta mögött. Little G végül csak egy évadot mentorált a műsorban, egy év hiátus után szinte teljesen megújulva tért vissza az X-faktor 2016-ban. Ekkor érkezett a mentor székbe Tóth Gabi mellé Bialex, Puskás Peti és Gáspár Laci. 2016-ra az X-faktor kvázi elnyerte jelenlegi formáját. A mentorok helyét jóval fiatalabb előadók vették át. Konkrétan ellepték a megasztárosok, ha úgy tetszik, mert Bialex kivételével a másik 3 mentor mind a TV2 tehetségkutatójából került ki. Itt érkeztek meg a műsor válogatójára a mentori magánszámok, ha úgy tetszik, és az indokolatlan táncbetétek is, amik évről évre egyre csak intenzívebbé válnak. Az újdonság varázsa elfogyott az évek során, és ezért bohózkodással, no meg mesterségesen gerjesztett műbalhékkal igyekeznek fenntartani a tévénézők érdeklődését és figyelmét. A 3 fiú pedig elég jól bevált az RTL klubnak, hiszen idén már a 6. évadot viszik majd együtt, ami már a duplája annak, amit az eredeti mentorok együtt voltak. Tóth Gabit 2017-ben a még fiatalabb megasztáros Radics Gigi váltotta, 2019-ben pedig egy évadot Dallos Bogi is szerepelt, aki szintén a 20-as évei elején járt, és talán egy ismert száma volt ekkoriban. Lényeges zenei karrierről tehát itt sem beszélhetünk. 2021-ben Csobot Adél váltotta Bogit, és itt már egyértelműen érződött az, hogy nem sikerül igazán karizmatikus és tapasztalt énekesnőt találni a fiúk mellé. Idén Herceg Erika bizonyíthat, ő veszi át ugyanis Adél helyét, és hogy mennyire lesz ő karizmatikus, az majd ősszel kiderül. A 3 fiú azonban nagyon bevált az RTL-nek. Tagadhatatlanul jó közöttük a kémia. Mindegyiküknek megvan az egyedi személyisége, és a saját szerepe is a műsorban. Akkor menjünk se haza magadnak. Viszont ha visszatekintünk, akkor azért kicsit szomorú, hogy korábban több évtizedes karrierre visszatekintő elismert zenészek érdemelték ki a mentor megnevezést, ma viszont már egyszámos 20 évesek is odaülhetnek lényegében bohózkodni a helyükre. Persze, haladni kell a korral, pörgősebb szórakoztató műsort kell csinálni hype dalokkal és olyan előadókkal, akik a YouTube trendingben is nagyokat mennek, ehhez pedig valljuk be tökéletes Bialex személye. 10 év alatt nagyot változott a világ, az X-Faktor pedig csak ezt igyekszik követni. Ma már nem albumokban gondolkodnak a szerkesztők sem, hanem sokkal inkább virális TikTok videókban, amik egy-két nap alatt milliós nézettséget hozhatnak. Mert tetszik vagy sem, ez a trend. Végezetül pedig megkérdezném tőletek, hogy nektek mi a véleményetek az X-Faktor jelenlegi mentorairól, és hogyha lehetőségetek lenne, kit cserélnétek le, és egész pontosan kire? Írjátok meg a komment szekcióban. Ha pedig tetszett a videó, akkor mindenképpen csapj ki egy lájkot, és iratkozz fel, hogyha nem szeretnél lemaradni az elkövetkezendő tartalmakról sem. Instán és Facen még mindig tudtok követni, a linkek még mindig ott vannak a leírásban. Én köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan újra találkozunk, és ezt még mindig nem fenyegetésből mondtam. Sziasztok! Legyen a téma az utóbbi tetszett, iratkozz fel, a csengőt fejed meg!